Lackfi János az egyik legnépszerűbb alkotó a kortárs magyar irodalomban, akivel gyakorta találkozhatnak az irodalombarátok író-olvasó találkozókon. A Somogyi Könyvtárba ezúttal egyik lányával, Margittal látogatott el. Nagyon nagy öröm, mert ővele amúgy is van egy kis cinkosságom, ő az, aki ilyen nagyon-nagyon olvasó ember, nagyon felnézek rá a műveltsége miatt, sok mindennel kapcsolatban. Tanácsát is kikérem, a legutóbbi, nemrég megjelent regényem, a Levágott fül esetében ő volt a bizalmasom, tehát teljes sajtózárlat volt, meg otthon sem mondtam senkinek semmit, és neki úgy elmeséltem a történetet, hogy meg ne kattanjak. És aztán ő volt az egyik első, aki elolvasta a kézkönyvet, véleményezte, kérdezgettem tőle, tehát nagyon fontos volt a véleménye, úgyhogy nagyon jó érzés, mert van egy olyan kis cinkosság közöttünk, ami így most nyilvánosság előtt is valamiképpen tud majd működni. Apa és lánya közös irodalmi estje mindenképpen kuriózumnak számít. Lackfi János esetében azonban nem csak az író-olvasó találkozóin szerepel egy-egy családtag, de az életművében is hangsúlyos szerepet játszik a család. Nálam ez egy viszonylag, hogy mondjam, tehát ugye a személyiségemhez, meg nyilván az írásaim népszerűségéhez is hozzátartozik az, hogy nagy családom van, ugye 6 gyermekem, most már 4 unokám, és ennek nyoma van az írásokban is, meg mindenki még mélyebben is nyoma van, tehát nekem a gyermeki szemlélet, mint ilyen, hogy is mondjam, robbanékony világlátás, az nagyon jelentősen formálta, nem föltétlen csak a gyerekeknek íródó műveimet is. Úgyhogy ennyiből ez egy ilyen természetes történet és folytatás, és nagy izgalommal szemlélem, hogy Johanna lányom énekel, és vele is vannak közös fellépések, Dorottya lányom is énekel, vele is vannak közös fellépések. Nagyon megtisztelő, hogy például dalszövegeket ír Dorottya, és ő megkér, hogy véleményezzem, segítsek esetleg benne, és hát Margittal meg tényleg összeköt az, hogy az olvasás közös szenvedélyünk, és skandinavista, tehát arra a területre, amit én is nagyon-nagyon szeretek, de hát ő sokkal-sokkal jobban rálát, úgyhogy nagy élvezet beszélgetni, és hát ugyanilyen nagy élvezet közönség előtt beszélgetni, és ezt próbálgatni, hogy tényleg ez hogyan tud működni. Zsámbéki kör. Este van, zsibong az egész ház, bejöjjön, ne jöjjön, a homály kint bénáz, meglocsolva a kert, dolgozhat a vakon, egyik túrás mozog, látni az ablakon. Vagy tán csak a sötét játszik a szemünkkel, az előbb a sufni, majd a bokor tűnt el, az egészet mindjárt egy óriás befalja, gyomorkorgás formán kél a tücsök hangja. Teraszon egy ketrec, benne nyúl motoszkál, tudja, hogy Johanna répa héjat hoz már, féltékeny a bogáncs, nem is marad nyugton, ám kap egy kis répát, csámcsog rajt, mint húson. Fészekből kiesett tolgombóc fióka benne nagy szobában trónon reggel óta, Ágnes etetgeti léggyel, meg tojással, büszke, mert anyuka lett belőle mára. Mint dobó csillagok, denevérhad röpköd, égre láthatatlan ultrahangot köpköd. Az előszobában sok iskolatáska, még aki akarna, sem léphetne másra. Hiába cívódik sok gyerekkel anyja, cuccait mindegyik folyton szerte hagyja, anyai kérésre hümmögve rábólincs, elfelejti gyorsan, még nem ér ajtóig. Simon a meséit asztal mellett ontja, ámulva hallgatja Margit és Dorottya, fura jármű szemlén járt a fiú tegnap, beszédében most is kerekek forognak, guruló, koporsó, torta, budi, medve, kormánnyal, motorral mind fel volt szerelve, nekiíramodtak dongnak és lejtőnek, apró darabokra sokan összetörtek. Számítógép a föld, van rajta egy nagy lyuk, képernyőnek hívják, azt bámulja apjuk, hottentott a nyelven, nézi a szótárat, kap sok üzenetet, szeme könyvbe lábad, tölti a honlapot, fordítja a verset, nyüstöli a nyelvet, a főttet s a nyerset, fülig elmerülve virtuális vízben, szövegben lubickol hét határon innen. Az irodalom is az eleven szó felől jön, tehát azért ez, amit most író-olvasó találkozónak csúfolunk, az tulajdonképpen egy sokkal ősibb állapota az irodalomnak, tehát hogyha úgy veszük, akkor a kerítés fölött elmondott pletykák, az is egy Dostojevszki műfaj, csak hát persze más dimenziókban, meg másfajta veretességgel, stb. És tulajdonképpen visszatér a szóberiséghez az irodalom, pontosabban az életünkről való beszéd, mert az irodalom nem más, mint életünkről való beszéd, hanem az akkor már rég rossz neki, és
És a, nem tudom, én most nem azt mondom, hogy az összegyűjtött videó blogjaikat fogják az emberek bőrkötetbe rendezni, de hogy azért nem tud egyszerűen kifogyni az irodalom alól a talaj, mert hogy a, hát hogy az emberi dolgoknak az átadása az akár, nem tudom én, kőbe volt vésve, akár kipucsomókban, akár rovásírásban, akármilyen módon jelenült meg. Ugye nyilván egy kopjafát nehezebb így cipelni, ahhoz, hogy az ember elmondja az összes műveit. Hogyha pixelen, hogyha szóban, de mindenképpen tovább megy a híradás egymás életéről, vagy szerencsesüti formájában, vagy le kupakba, üdítő kupakba írt bölcsesség formájában, és szóval ilyen formán tulajdonképpen végtelenül tágas a jövő, amellett, hogy hát klímaszinten se tudjuk, hogy mit fog hozni, vagy egyáltalán ez a létállapot, amiben vagyunk, mennyire fenntartható. De az irodalomnak a fenntarthatósága az, amíg lesz egy gyufás dobozunk, vagy egy két kovakő, amivel tüzet gyújthatunk, és köré ülhet egynél több ember, addig irodalom van és lesz valamilyen formában. Az olvasás népszerűségéről vagy népszerűtlenségéről, hanyatlásáról vagy éppen stagnálásáról gyakorta esik szó. Az irodalom helyzete is számos vitának szolgál alapjául. Optimista és pesszimista nézetek ütköznek. A legsötétebb jövőképtől az örökké virágzó irodalomig terjed az elképzelések spektruma. Senkinek nincsenek igazán átfogó statisztikai adatok a kezében, mert hiszen a könyvtár, amely egy, most hogyha gonoszul akarok fogalmazni, egy picit öreges intézmény, vagyis hát jön valami felől, ami az európai tradíció, és jó esetben fürgén lekövet azért rendeket, de nem tud olyan fürge lenni, mint mondjuk a naprakész internet. De hát, hogyha csak puszta könyvtári statisztikákat nézünk, akkor nagyon lehervadhat a kedvünk, de közben annyiféle úton, módon, búvópatakszerűen terjednek interneten szövegek olyan, hogy 360 ezeren olvasnak egy azon verset, nem nagyon van, tehát hogy nekem pedig többször is előfordultak ilyesmik az életemben, és tényleg hát ahhoz képest, hogy én még az analóg világból jövök, és akkor folyóiratban valamit publikált az ember, és akkor 3 év múlva esetleg megsimogatták a buksiját, hogy ja, az nem volt rossz az a versed, és akkor lehet, hogy pont az én versem volt tényleg, amire az illető emlékezett. Na most ehhez képest azt, hogy kidobom az internetre, és akkor nem tudom én, egy óra múlva 10 000-en látták már, és hozzászólnak, véleményt mondanak, továbbírják, emlékeket idéznek, minden, tehát, hogy egy beszéd témává vált az irodalom. Nyilván megfelelő kiszerelésben, nyilván megfelelő pozícióba kell hozni, mert hiába futom le 100 méteres síkfutás rekordját, hogyha mondjuk már csak ha a stadion előtt csinálom, már az se elég, mert ugye az se hivatalos. Tehát, hogy jó helyen, jó helyre kell tenni az irodalmat, és képet tenni a kis poszthoz, és így tovább. Az, hogy most aztán ennek mi lesz a jövője, vagy hogyan megy. Még ugye a könyvet hamar temették, és most, hogyha a könyvkiadókat hallgatja az ember, mindig van sírnivaló természetesen, de hogy az összesített statisztikák azért egyáltalán nem rosszak, tehát, hogy és persze ajándéktárgynak veszik a könyveket, ott is van azért egy szórás, mert nyilván tudom én, van, aki nem olvassa el az ajándékát, hogy nem talál be, vagy elfelejtkezik róla, vagy stb. Erre a chileiek kitaláltak egy mókás módszert, hogy valami statisztikák szerint a könyvek, tehát az 1/5 nem kerül végül, nem olvassa el az, aki kapja, és akkor csináltak olyan könyvet, ami 2 hónap múlva elhalványul a betű, és akkor egy nagyobbacska jegyzetfüzetet kap az ember helyette, tehát hogy erre sarkalják az embereket, hogy neki kell ugrani, és igenis foglalkozni vele, ha már könyvet vesz az ember. Lackfi János nem csak népszerű, de igen termékeny szerző is. 48 évesen 49 kötete jelent meg, és újabb tervek várnak megvalósulásra. Van egy olyan kötetem, ami most jön ki majd a könyvhétre, és az a címe, hogy Minden napra egy sztori, és a Facebookon 2017 nyarán elhatároztam, hogy minden nap egy nagyon másképpen megírt, nagyon másféle történetet, hazait, külföldit, mostanit, régit, én elbeszélés, hogy más mesél valakiről, humoros vagy nem humoros, fájdalmas, vagy ebben iraki történetektől kezdve a Mikes Kelemenes vagy Örkény Istvános sztorikék mindenféle szerepel. Egy ilyen nagyon nyüzsgő, robbanékony kis kötetnyi gyűlt össze belőle, és minden egyes napra, tehát 365 napra lebontva
egy kézbe kap egy ilyen kis kalendáriumot, vagy szamárvezetőt az ember, és minden napra olvashat egy történetet, vagy össze-vissza mazsolázik, és barangol benne, ahogy a kedve tartja éppen. Úgyhogy ezt most nagy izgalommal várom, mert hamarosan testet ölt. Ezt valószínűleg sokan fogják a Facebookról ismerni, hiszen több tízezres megtekintései vannak minden egyes posztnak, és nagy rajongótábora, de ugye a fülszövegben nem is tartottam ezt mindenképp szükségesnek megjegyezni, hogy a Facebookon, mert aki onnan ismeri, az azért, vegye meg, aki nem onnan ismeri, az pedig nem mint Facebook blog bejegyzéseket, hiszen ezek a szó klasszikus értelmében nem azok, hanem prózai írások, tehát hogy ne úgy tekintse őket, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a fogadtatására, és hát mindenféle más is folyamatban van, mert átírtam a kincskereső kisködmönt, újra gomboltam bizonyos értelemben, hogy a mai gyerekek számára is értelmezhető legyen, ez is kijön könyvhétre. Írtunk titkos versműhely címmel, Molnár Krisztina Ritával egy kreatív írás kis kézikönyvet diákoknak, és nemrég jelent meg Csodafogkrém címmel a Gutenberg kiadónál Erdélyben a legújabb meséimnek a gyűjtemény, úgyhogy ahogy a homokórában így potyognak le a szemek, így mindig jövögetnek kötetek is. Papírt kunyerálni most beszalad Ágnes munkából, kihúzza apját, mint a mágnes. Nem ingyen a papír, ára van ám annak, papírvám fejében nagy puszik csattannak. Sarlóját felveszi végtére a gazda, még elturkálgat hegyével a gazba, keservesen látja, hogy sok van még hátra, se vége, se hossza ez a betűtábla. Aztán nagy sóhajjal kapcsolván a gépet munkából hazatér, agyából kilépked, eddigre a lányok már süteményt sütnek, az arcuk kipirult, a tészta most sül meg, a sütő, mint tárló, úszik aranyszínben, s mint egy múzeumban világít a kincsben. Némi noszogatás kell a terítéshez, ha kés van, nincs villa, nincs tányér, ha kés lesz. Ha megvan már minden, a sót hova tették? Kinél lehet a vaj? Paradicsom lesz még? Mulatják az időt eféle kérdések, cincognak a villák, csattognak a kések. Mondják, magyar nem szól, míg nincs hasa telve. Hogy ez ma nem így van, bizony nagy szerencse. Mert még megtömődnek lassanként a gyomrok, töltik a levegőt beszédek és gondok, kiki elszídja itt a tanárt, diákot, szívéről legurít sok követ, nagy átkot, mire mindannyian jól bevacsoráznak, leeresztik minden bajuk, mint egy kádat. Próbál más fejében kiki tenni rendet, mert ezt más nem hagyja, összeveszekednek. S ha a húzakodás a plafonig ér fel, szülők boronálják széles gerebjével. Felugat a kutya, kijön ilyen este, ládával, vödörrel ez Bokodi Eszter, a vödörben eper, a ládában meg megy, ajándékként hozza a kertjükben termet, sajnálja fán bokron látni, ott rohadni, gyermekeik nagyok, nem fogy el már annyi, úgyhogy a gyümölcsel máskor meg zöldséggel beállít, nem egyszer hinti nagy bőséggel, a vén szomszédasszony ki van másfél mázsa, ekkor nyitja száját esti káromlásra, közben a család a szobát csendesíti, villanylepel helyett, sötéttel telíti, magukat gyertyákkal árny közé beássák, a szoba nagy bárka, jöhet az imádság, szavakból híd épül, járni lehet rajta, énekkel lépdelnek át a túli partra. Jó későre jár már, mars mindenki ágyba, még most következik egy-két minidráma. Kimosott már fogat, hajat, kezet, minden, holnap korán keltek, ne olvasd a könyvet, a számítógépet kapcsolt ki, fiacskám, kicsiknek lesz mese, de alvás jön aztán, tücsök darálja most a mákos sötétet, álmot termelgetnek az agy nevű gépek.